A Mi Hazánk mozgalom szerint az Európai Bizottság és a kormány között folyó politikai játszma két hiteltelen szereplő látszatvitája, amelynek semmi köze valójában a jogállamisághoz és semmi köze valójában a korrupcióhoz, egy politikai játszma csupán. A Mi Hazánk mozgalom elvi álláspontja az, hogy ezek a források, amelyeket most visszatartani igyekszik Brüsszel, engedmények nélkül is járnak a magyar embereknek, ezért sem tudunk semmilyen törvényjavaslatra igent mondani, amelyet az Európai Bizottság kényszerít ki a magyar kormánnyal szemben. De nemet sem tudunk mondani természetesen, hiszen nem szeretne a Mi Hazánk mozgalom kerékkötője lenni annak, hogy a magyar emberek hozzájussanak ehhez a nekik jogosan járó, és még egyszer hangsúlyozom, az engedmények nélkül is jogosan járó forrásokhoz, ezért a szavazások alkalmával a Mi Hazánk frakciója tartózkodni fog. Az egyik hiteltelen szereplő maga az Európai Bizottság és az Európai Unió intézményrendszere, hiszen például 2006-ban, amikor Magyarországon az állami erőszak szervezet, a rendőrség tömeges jogsértéseket követett el Magyarország utcáin, akkor az álláspontjuk az volt, hogy ez Magyarország belügye, és nem kell semmiféle módon beavatkozni, vagy bármiféle eljárást indítani Magyarországgal szemben. Az, hogy Ukrajna az Európai Unió tagjelöltje lehet, annak ellenére, hogy nem teljesítette az ehhez szükséges kritériumokat és feltételeket, szintén mutatja, hogy az Európai Unió kettős mércét alkalmaz, például a kisebbségi jogokkal kapcsolatban, de említhetném azt a lett nyelvtörvényt is, amelyről a napokban számolt be a magyar sajtó is, miszerint lényegében Lettországban betiltották az iskolákban az orosz nyelven történő oktatást. Ezzel ellen is tiltakozik a Mi Hazánk mozgalom. Ez egy kollektív megbélyegzés, amely nem elfogadható. Az Európai Unió és az Európai Bizottság mégis csendben van ez ügyben is. Orbán Viktor és kormánya szintén hiteltelen szereplő ebben a vitában, hiszen a korrupció megfékezésére, visszaszorítására nem alkalmasak azok a törvények, amelyeket a többség elfogad, hiszen gumiszabályokat vezetnek be csupán, illetve az önmagáért beszél, hogy a köztársasági elnök, aki korábban a Fidesz alelnöke volt, nevezi ki az integritás hatóságnak az elnökét, és pártkáderekkel vagy strómanokkal fogják feltölteni ezeket az intézményeket. Várhatóan a kormány emberei. A Mi Hazánk mozgalom szerint Brüsszeltől függetlenül a magyar emberek érdekében kellene felállítani egy korrupció ellenes ügyészséget, amelyben nem csak állami szereplők, vagy nem elsősorban állami szereplők, hanem minden párt küldhetne tagot, és az Európai Unióval kapcsolatban a tagságunkról egy valós mérleget kellene elkészíteni, hogy tisztán lássanak az emberek. Tehát azzal, hogy a Mi Hazánk mozgalom tartózkodik, szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy azt az elvet utasítjuk el, hogy Brüsszel beleavatkozik a belügyeinkbe, így semmilyen olyan törvényjavaslatot nem tudunk támogatni, amely egy olyan eljárás végén jön létre, amely a bizottság diktátumának a végrehajtását szolgálja.